1926-ban a csata 400. évfordulóján emléktáblákat helyeztek ki a harcosok egykori útvonalán, mondta Varga Zsolt, a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság őrszolgálat vezetője. És ezek az emléktáblák a mai napig is megtaláltuk, tehát ezek közel 100 éves emléktáblák, és ezek az emléktábláknak az a különlegesség, hogy nem csak azt mondják el, hogy emlékezzünk az itt elvonuló seregre, vagy akár a királyra, hanem egy nagyon rövid részletes leírást is tartalmaznak arról, hogy éppen akkor itt a sereggel mi történt ezen az adott helyszínen. És akkor merült fel az ötlet bennünk, hogy itt ezen a nyomvonalon, ezen az útvonalon, ami közel 200 km, egy történelmi zarándokutat hozunk létre. Első évben még csak kerékpárosok mentek végig, és akkor 17-től pedig úgy döntöttünk, hogy megpróbálunk történelmi hagyományőrzőket is bevonni. És az az év, amikor elkezdődött az, hogy korabeli viseletben hagyományőrzők lóháton teszik meg ezt a nem túl könnyű utat. Az érkezők a Tolna vármegyei Rádi József huszárbandérium kétféle történelmi kort elevenít fel. Az egyik az a 1848-as, tehát a 19. századi huszárhagyományok, a másik az pedig a 16. századi középkori végvári vitéz huszárhagyományok. Itt ezt az utóbbit láthatjuk. Egyébként maga az útvonal az Ercsiből indul. Ercsi, Dunajváros, Dunaföldvár, Paks, Tolna, Szekszárd, Bárta, Dunaszekcső és Mohács érintésével érkeznek meg a Mohácsi Nemzeti Emlékhelyre. Tolnán a nehéz út után a vándorló szépkorúak baráti köre vendégelte meg a zarándokokat lecsóval. Másnap pedig folytatják is majd útjukat. Hát a mai napon már csak a szállás elfoglalása lesz, hiszen belovagolnak Palánkra, és ott töltik az éjszakát. Holnap pedig 11 órakor Szekszárdon a vármegyeháza előtt fognak felvonulni, és ott az emléktáblánál szintén egy megemlékezést tartunk. Hagyományokhoz híven a meghitt koszorúzási ceremónia sem maradt el az esemény során.